Az elmúlt hét az nagyon lendületes volt Marosvásárhelyen, főleg Dorin Floreának a performance-ai ezt igazolták. Az első kérdésem az lenne, hogy mit gondol, mi az oka annak, hogy megmert ütni egy ilyen hangnemet most a polgármester? Elsősorban véleményem szerint figyelemmel terelés az oka. Ez egy valószínűleg okosan kitalált kommunikáció, ami egy picit válságkommunikáció is a részéről, hiszen teljesen megpróbálja átfordítani a kommunikáció irányát, hogy ne arról beszéljünk, hogy milyen rosszul megy a város sorsa és a korrupció milyen súlyos Marosvásárhelyen, hanem egy ilyen mondva csinált problémára igyekszik át terelni a beszéd témát Marosvásárhelyen, ugye, és hát emellé bejelentették, hogy egy referendumot is szerveznek. Persze ezeket tudjuk, hogy semmilyen jogi hátterük nincsen, tehát ezek igazából kommunikációs kacsák, úgyhogy ezért úgy is gondoltuk, hogy nem fogunk foglalkozni túl sokat ezzel a kérdéssel, hanem továbbra is azt mondjuk, hogy nem ez a fontos, hanem az, ami meghúzódik a háttérben, hogy Marosvásárhelyet egy bűnszövetkezet irányítja. Ha jól tudom, a roma közösség valamikor RMDS szavazó volt, mert nem tudom, hogy erre mennyire vannak felmérések, de hogy azt ők is elmondták például a tegnapi tüntetésen, hogy ők segítették többször mandátumhoz Dorin Floreát, és esetleg van-e terve meggyőzni a roma közösséget? Hát a roma közösséggel a kapcsolat már 2016-ban is erős volt, és azt nem lehet állítani egyértelműen, hogy mondjuk a roma közösség ilyen döntő volt feltétlenül, legalábbis 2016-ban nem, illetve nagyon megosztott a roma közösség, hiszen a szavazatok legalább fele, úgymond a magyar polgármesterre jött, hiszen döntően magyar anyanyelvű közösségről beszélünk. Természetesen vannak itt is olyan csoportok, akiket befolyásolnak, és akár más eszközökkel rávesznek a szavazásra Dorin Floreáig, de nem lehet azt mondani, hogy egy egyértelműen Florea mellett szavazó közösségről van szó. Azt ők is tudják, illetve sokszor elmondták, hogy nagyon sokszor kihasználták őket, felhasználták őket, aztán elfelejtették. Igazából a probléma ott van Marosvásárhelyen, hogy nem volt egy roma stratégia, most sincsen, és ez a mesterségesen földobott téma, hogy a 150 lejes gyermekpénz lenne a népszaporulat oka, ez megint egy légből kapott dolog, hiszen azt tudjuk, hogy egy havi ellátáshoz jóformán alig nyújt támogatást. Mondta, hogy nem volt roma stratégia, ön gondolkodott már azon, hogy kell legyen a városnak, vagy készülni fog egy? Tehát a kampánycsapatban van több olyan szakember, aki a roma közösséggel többet is foglalkozott, illetve a roma közösség több vezetőjével tartjuk a kapcsolatot folyamatosan. Ők is megkerestek, hogy szeretnének segíteni, hiszen ők is látják a közösség kiszolgáltatottságát. Azáltal, hogy szociálisan nehéz helyzetben élnek, és kampányonként esetleg könnyebben megvásárolhatnak embereket, utána meg teljesen elfelejtik őket, nem törődnek a közösséggel. Tehát nyilvánvalóan ezt ők is szeretnék kivédeni, hogy ne csak egy 4 évente valamilyen apró pénzen felhasznált közösség legyen, hanem legyen egy hosszú távú terv, ami integrálna őket, hiszen ma a munkapiacon például akkor a munkaerő hiány, hogy minden munkaerőnek örülnek, és hát például az építkezésben ma már a segédmunkások, zömede, szakmunkások is nem kevés, a roma közösségből kerül ki, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy egy nélkülözhető közösség. Értem. Ennek ellenére tegnap volt egy tüntetés, és ön valamiért nem ment el a tüntetésre. Megindokolná, hogy miért nem? Én elsősorban azért nem mentem, és azért nem voltam jelen, mert nem akartam erősíteni ezt a látszat problémát, amit a Floria generált, hiszen tudjuk, hogy ez a közösség nem attól fog megoldódni a helyzete, hogy most elővették őket, és azzal a váddal sújtják, hogy ugye ingyen élő közösség, és azzal próbálják majd kordában tartani őket, hogy megvonnának egy havi 150 lejes támogatást, ami talán nyártól ugye megnő, de azáltal, hogy oda megyünk, csak a problémának súlyt adunk. Igazából nem ezt akarjuk, ezt a kommunikációs irányvonalat folytatni, hanem azt, hogy ez a városvezetés korrupt, és a város ellen dolgozik. Na most, hogyha mi jelen vagyunk, akkor esetleg megerősítjük, hogy tényleg itt van egy komoly probléma, és akár a népszavazást is, vagy a referendumot, amit bedobtak, akkor nem akarunk létjogosultságot ennek. Ezt a kérdést minél hamarabb
ilyen kampánykommunikáció formában le kell zárni, mert terméketlen, és arra kell terelni a figyelmet, ami valós probléma a városban. Ön szerint nagyobb esélye lenne pártokon felüli indulóként, mint RMDS indulóként? Most a Marosvásárhelyi bonyolult helyzetet ismerve, én úgy gondolom, hogy több lehetőséget ad egy jelöltnek kommunikálni azt, hogy esetleg pártfüggetlen. A magyar közösségen belül ugye az elmúlt 20 év sikertelenségei, most ennek mindegy, hogy mi az oka, ne menjünk bele, mert nagyon sok szálon kéne ezt elemezni, rengeteg frusztrációt okoztak, és természetesen az emberek bizalma megrendült. Egyáltalán abban, hogy egy magyar jelöltnek sikerül megnyerni a választást. A lényeg az, hogy azok a protest szavazók, akik valamilyen oknál fogva nem jönnek egy RMDS színekben induló jelölttel, lehetőséget kapjanak. Az sem 100%-os garancia, hogy ez meggyőzi őket, de viszont sok emberben azt a fajta keserűséget segít félretenni, illetve ami szintén fontos, hogy a román közösség fele is egy olyan nyitás, ami lehetővé teszi számukra is, hogy fölvállaljanak egy esetlegesen magyar jelöltet, és hát itt is egy kicsit a közeleménykutatások abban segítenek, hogy főleg a fiatalabb generációkban sokkal jobb a nyitottság, és túllépnének az etnikai szavazás problémáján, amennyiben azt látnák, hogy egy jelölt ténylegesen a jelenlegi korrupt városvezetést el tudná távolítani, hiszen legalább annyira sújtja a román közösséget, mint a magyart. Flóri ellen több korrupciós eljárás indult, az objektíven is megállapítható, hogy Marosvásárhelyen nem sok minden történt így az elmúlt 20 évben. Mit gondolom, mi a titka, hogy folyton újra választják? Hát a 2016-os választásokat ismerem belülről jobban. Ott ugye pontosan az általunk jelölt választási biztos elkapta úgymond a hajnalban a választást levezető személyeket, hogy éppen a szavazatokat érvénytelenítették, és pont annyi szavazat volt érvénytelenítve, amennyi kellett ahhoz, hogy a jelenlegi városvezető megnyerje a mandátumát, tehát egyértelmű választási csalásról beszéltünk Marosvásárhelyen, jeleztük is, és fél év, vagy közel egy éves úgymond kivizsgálás után ugye azt az ügyészség végül elmondta, hogy nem találtak terhelő bizonyítékot, holott a megyei rendőrség még a kihallgatás alatt azt nyilatkozta, hogy több bizonyítékuk van nekik a csalásra, mint amennyit mi fel tudtunk mutatni. Nyilvánvalóan itt volt egy olyan állami akarat, hogy ebből ne csináljanak Marosvásárhelyen sem cirkus, sem ügyet, tehát próbálták elhallgatni. A korábbi választásoknál is van tudomásunk arra, hogy például Fodor Imre, amikor elvesztette a választást 2000-ben, akkor 176 szavazat különbség volt, úgyhogy 2000 szavazat volt érvénytelenítve, tehát a választási csalás nem csak 2016-ban történt. Itt lehet azt mondani, hogy volt egy olyan államérdek, hogy Marosvásárhelynek ne legyen esetlegesen magyar polgármestere. Én remélem, hogy ez a 20 év fiaskó, ami fiaskó a román politikumnak elsősorban, ráébreszti azokat a döntéshozókat, hogy Marosvásárhelyen ne ezt vegyük alapul, hanem azt vegyük alapul, hogy mi a jó a városnak, a román és a magyar közösségnek egyaránt. Ön szerint most még határváros a Marosvásárhely ilyen szinten, hogy esetleg a mély állami beavatkozás is várható? Hát ugye, ami meglepett többünket is, hogy például a katolikus iskola egyik ellenzője, Máriusz Páskán, aki többször a nacionalista nyilatkozataiból elhíresült, ugye az egyik marosvásárhelyi médiumban azt nyilatkozta, hogy nem lát tragédiát abban, hogy ha magyar polgármestere lesz Marosvásárhelynek. Tehát azt gondolom, hogy történhet egy paradigmaváltás, és amennyiben nem éreznek egy veszélyt a román közösség a magyar jelölt kapcsán, akkor akár megtörténhet ez az áttörés, és elfogadják azt, hogy nem az etnikum meghatározó, hanem a tapasztalat, vagy a korábbi sikerek, vagy az, amit letett az ember az asztalra. És ilyen téren azt hiszem, hogy például a múzeumi nagy projektek, amelyek közül az egyik legismertebb a Tonica kiállítás, az például a román értelmiségnek egy jó bizonyság volt, hogy egy magyar igazgató volt képes Romániába 50 év után egy nagy retrospektív Tonica kiállítást készíteni, nem csak Marosvásárhelyen, hanem Bukarestbe is. És én úgy látom, hogy ezáltal sok szimpátia érkezik a román közösség részéről, és inkább arra tenni mindenki a hangsúlyt, hogy valami változzon Marosvásárhelyen. Nem hiányozna önnek a múzeum igazgatói munka, vagy...
Hát egyértelműen hiányozna, ezt hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem hiányozna, viszont az a negatív tapasztalatom, hogy nagyon sok múzeumi projektünk Marosvásárhelyen ott akadt el, hogy a Városházával kellett volna együttműködni, és ott viszont nincs meg a fogadókészség, tehát őket nem érdekli a város se fejlesztése, se kulturális élete, azon kívül, hogy a költségvetésből amennyit lehet a saját céljaikra el tudjanak költeni, vagy a saját köreikben. Ugye ennek megfelelően a 20 év alatt EU-s pályázatokat se hívtak le, mert ott is átláthatóságra van szükség, és azt hiszem, hogy ezzel mindent elmondtam.